napot kívánok, mert ez az a Mazda 6-os, amit 2011. 6-30-án szervizeltek le, tehát kapott friss olajat, illetve vezérlést is cseréltek rajta. Szerintem ezzel önöknek nem lesz problémájuk, és mondjuk ezt megtett önök helyett más. Az akkumulátor az nagyon jó benne, jól indította ezt a járművet, nagyon szép csendesen jár ez a dízel motor, 16 szerepes 120 lóerőt biztosít számunkra ez a moci. Ami fontos még, dupla tömegű lentkereket cseréltek az autóban, ez nagyon fontos, hiszen ez egy elég drága mulatság, ezt megtették szintén ezen az autón, szintén 6. hóban. Az autó 2003-as évjáratú Mazda 6-os, gyönyörű szép szürke, sötét szürke színben van ez az autó. Van hozzá alufelni, ami feltűnt hirtelen a járgányon, és az, hogy szép vonalvezetésű autó, ez egy jól mutató kis autó. Itt ebben a párás reggelen már észrevettem, hogy Chili Willy az autó, ki van takarítva és rendben van tartva az autó. Nézzük benne a csomagterét. Itt kapunk hozzá üléshúzatot, amit önök rátehetnek, hogy védjék továbbra is az ülését. Nagyon szépek különben az ülések benne. És a műszaki vizsgálja ez elég hosszú, 2013 és februárig tart a műszaki, tehát ezzel sem kell majd pénzt költeni erre az autóra, műszaki felkészítése. Az ülései, ugye mondottam, hogy nagyon szépek és tiszták, kulturáltak, hátul van itt könyöktámaszt is, ami a hosszú távú utazáskor igazán kényelmessé teszi majd nekünk az utazást. És akkor nézzük az elejében, hogy mit találtunk. Ugye ez egy jól felszerelt jármű, amiben van rengeteg elektromos dolog, itt elektromos tükrök, ablakok, minden oldalról, illetve hátulról is. És aztán van itt bordkompjúter, illetve tempomat, és ami fontos még, hogy nézzük meg a klímáját, hogy működik-e. Azt én kipróbáltam már, be is kapcsol, és rendben hűti nekünk a kellemes levegőt. Van itt egy nagyon jó kis CD-s hifi, ami szintén szépen szól az autóban. Egy 5-ös bőrváltó gombos váltó van itt nekünk, és a kormány is bőrrel van bevonva, ami kellemes tapintást ad neki. Az autóban 190 ezer kilométer van, mint mondottam, tehát nem régen szervizelték le, 3000 kilométerrel ezelőtt. Az autóban nem dohányoztak, abszolút mértékben, kellemes illat van benne, és sok légzsák véd meg minket, amit szintén megmutatok önöknek, tehát itt az oszlopban és hátul az ajtóban is. Tehát 8 darab légzsák van ebben az autóban, ami megvédi az utasokat, hogyha esetleg baleset történne, de ne történjen. Könyöktámaszt is van itt, és a szervizkönyve itt van, amit vezettek, ugye a kulcsait azt mutattam, hogy megvan az összes kulcsa, illetve a riasztó egységei, amivel le lehet zárni, kinyitni és elindítani a riasztót, hogyha esetleg problémánk lenne, ami itt van fönt. Tehát az autó jól felszerelt és jó állapotú autó. A kilométer az nem sok egy ilyen nagy autónak, úgyhogy érdemes eljönni hozzánk itt az M3 Autópark autókereskedésbe, Szent Mihály 90 számban, ahol meg lehet nézegetni, ki lehet próbálni, és az önök tetszés szerinti garázs műhelyében, ami kedvenc szerelőjük, át is lehet vizsgáltatni ezt az autót, semmi akadálya, de ez vonatkozik az összes többi autónkra is. Köszönöm szépen, hogy velem voltak. A viszontlátásra, megtalálnak minket ebben a vörös faházban, kék tetővel, a viszontlátásra.